A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatója aggodalmát fejezte ki az orosz ellenőrzés alatt álló zaporizsiai atomerőmű nukleáris biztonsága miatt. Ismét felszólítom a feleket, tegyenek meg mindent a nukleáris biztonság védelméért az erőműben, sürgetett Rafael Grossi a napokban közzétett közleményében, kiemelve, hogy a létesítmény biztonsága továbbra is kétséges. Az Európa legnagyobb atomerőművének számító létesítmény három hete egy telephelyen kívüli 750 kW-os külső tápvezetékéről jut elektromos áramhoz, miután az utolsó 330 kW-os villamos energiavezeték március elején megsérült és azóta sem lett megjavítva. Grossi figyelmeztetett arra, ha a külső fővezetékről történő áramellátás is megszűnik, az erőmű az utolsó védelmi vonalnak számító vészhelyzeti dízelgenerátorok segítségével tudja csak biztosítani a reaktor mag és a nukleáris hulladéktároló hűtését, illetve más a nukleáris biztonsághoz elengedhetetlen dolgokat. A főigazgató emellett felhívta a figyelmet az erőmű dolgozóinak helyzetére is, akik a létesítmény körül zajló harcok miatt súlyos pszichológiai nyomásnak vannak kitéve.